Sziasztok, köszöntök mindenkit! Kicsit déjà vu érzésünk lehet majd, ugyanis az előző héthez hasonlóan a jövő hét eleje is szelesen és nagyon változékonyan indul majd. Marad az enyhe idő, és ahogy látni fogjuk, a télnek egyelőre nyoma sincs az előrejelzésekben. Remélem mindenki kiélvezte a napos hétvégét, ugyanis ahogy a felhőzet animáción is láthatjuk, este felé már megnövekszik majd először a fátyol felhőzet, később meg is vastagszik majd a felhőtakaró, és hajnaltól kezdve már csapadékra is lehet számítani. Először egyébként az országnak nagyjából az északkeleti felén, később már kicsit délebbre is eleredhet. Az előttünk álló éjszaka már nem lesz olyan hideg, mint az előzőek voltak, ugyanis a fokozatosan megerősödő, illetve feltámadó délnyugati szél miatt kimondottan enyhének ígérkezik az ország nagyobb részén az éjszaka. Elsősorban tehát délnyugaton számíthatunk 6-7 fokra is, viszont északkeleten, ahol majd csak később erősödik meg a szél, ott azért még fagypont alatti értékeket is mérhetünk. Napközben pedig a sok felhő ellenére is tovább folytatódik az enyhülés, elsősorban az erős, illetve viharos délnyugati szélnek köszönhetően, és ahogy említettem is, több felé kell majd csapadékra számítani, tehát a nap első felében inkább az ország északkeleti felén, később pedig a csapadékzóna már délebbre is terjeszkedik, sőt a délutáni esti időszakban a Dunántúlon már akár az ég is megdörrenhet. És ahogy említettem, tehát sokfelé kell majd viharos délnyugati szélre számítani. A legerősebb lökések majd a Dunántúl délnyugati részén várhatók, ott a 90 km/h is elérhetik a legerősebb széllökések. Aztán majd késő délután este felé egyre inkább északnyugatira fordul a szél, akkor már abból az irányból várhatóak szintén viharos erejű széllökések. És nem nagyon fog csitulni a légmozgás, ugyanis kedden is az akkor már tartósan északnyugati szélből, nagyjából tehát az itt látható területeken számíthatunk szintén 70-80, illetve még ekkor is néhol akár 90 km/h meghaladó széllökésekre. Ha pedig a jövő hét első felét, illetve közepét nézzük, láthatjuk, hogy továbbra is nagyon változékony időre számíthatunk. Gyakran fog majd változni a felhőzet, szinte minden nap számíthatunk kisebb-nagyobb mennyiségű csapadékra, elsősorban eső formájában, havas esőre inkább csak a hegyekben lehet számítani, de ott is viszonylag kicsi az esélye. A szél pedig fokozatosan gyengül majd, szerdán még mindig várhatóak erős széllökések, de aztán ahogy haladunk majd előre az időben, ennek egyre csökken az esélye. Köszönöm szépen a figyelmet, és további kellemes időtöltést kívánok!